kell egy vlog, mégpedig arról, hogy hogy szeretheti valaki ezt a borzalmas takony időt. Itt vagyok. Többek között ezért. Ha, mi gyönyörű már. Köd. Ja? Közben nem látod, aztán azt hiszed, hogy csak valami NDK angol elmondásos filmet nézel. Lihegek, mint alföldi gyerek a hegyen. Szó szerint. Minden reggel erről. Eső után. Ha, imádom. És tudod, mit szeretek még nagyon? Nem túl szexi, de a földi illatát eső után. Annyira ősi és mély. Hopp! És egy kis katica. Csókolom! Olyan gyönyörű árnyalatok. Az esőcseppek a fényben. Wow! Egy pókháló. Kicsattantak a fügék a sok esőtől. Hát, ezeket sem ijesszük meg. Férjem legnagyobb kedvence a sütőt tökrémleves, úgyhogy ma azt fogok készíteni. Olyannyira az a kedvence, hogy egyszer azt mondta júliusban, hogy csinálj már egy kis sütőtöklevest. Na, ember, nyár van. És? Úgyhogy próbálgattam lefagyasztani, így eltenni, konzerválni a felesleges. Használhatatlan, nem sikerül úgy, hogy finom legyen is, élvezettel fogyasztható. És ha már tökölök, egy kis darabot félreteszek, megmentek belőle, és adok egy újabb esélyt a tökös kávénak, mert hát, ha végre ízlik. És megértem, hogy miért rajonganak érte, mert itt a kávézóban készítettem évekkel ezelőtt. Én magam is, és azt mondtam, hogy... Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ma hogyan alakul. Megyünk sétálni az erdőbe. Egészen bejött ez a tökös látta, úgyhogy nézek valami püdét.
amivel nem kell annyit szenvednem, mikor éppen megkívánom. Lássuk. Bármennyire mereztem a szemem, ezt az egyet találom csak. Imádom ezeket a színeket. Figyó. Gyönyörű, szép. És még a nap is kisütött. Örökké nem eshet, mondják az egyik kedvenc filmemben. Nem is. Most is kiderült. Pürét végül nem vettem, mert volt benne burgonyapehely, meg recceolaj. Ősszel az egyik kedvenc programom a kirándulás. Akár gyalogszerrel, akár úgy, hogy beülünk az autóba és csak utazunk. És közben nem győzöm legeltetni a szemem a szebbnél szebb elém táruló látványon. Hétvégén csodás idő volt, úgyhogy elmentünk Bélapátfa környékére, és gyerekek, mintha nem is az országban, hanem középföldén, a megyében sétálgatna az ember. Lenyűgöző, káprázatos tájak. Tiszta szívből ajánlom mindenkinek, hogy menjen el és nézzen szét errefelé. Az őszi napsütés. Az tölt. Az nem akar likvidálni, mint a nyári. Ezt szeretem nagyon. Utolsó állomás, ahová magammal hozlak, a budai arborétum. A felső kertben nyílik ez a bejárat a Ménesi útról. Itt kezdek, majd innen haladok lefelé. Még a munkagép is belepasszol az őszi színekbe. Mezitláb járni és a természetben lenni egyszerűen fantasztikus dolog.
kapcsolódni a földdel, a bolygóval. Valami egészen különös és megmagyarázhatatlan érzés. Ősszel nagyon fontos lenne, hogy a zavart ne szedjük össze a kertünkben, hiszen betakarja, mint egy puha paplanként bevonja a földet, hogy ne fázzon. És ha ezt mi összeseperjük, mert szerintünk ez így csúnya, vagy gazos, akkor megfosztjuk a földet az ő természetes körforgásától. Hiszen ezek a falevelek a következő tavasszal, ahogy elkorhadnak, táplálni tudnák az új lomb kialakulását és a fát. Nem véletlenül van a természet körforgása úgy kitalálva, ahogy. És mi ebben nagyon szeretünk belenyúlni. Talán most a szárazság alatt idén-nyáron megtanultuk, hogy nem feltétlenül az esztétikumra kell törekednünk, hogyha minket körülvevő természetet nézzük, mert ő tudja, hogy neki mi a dolga. Nekünk pedig nem az, hogy 2 centisre vágjuk a füvet, vagy hogy makulátlanra összeseperjük a lehulló fa leveleket az udvarunkon. Ha összeseperjük is, akkor legalább egy nagy kupacba is ott hagyjuk, hiszen milliónyi élőlénynek ad otthont. De el semmiképpen ne égessük, hiszen az égetéssel járó környezetszennyezést azt gondolom már nem kell bemutatni. Szóval így fest a budai arborétum, ingyenesen látogatható, és nagyon sok pihenőpad, és ejtőzésre alkalmas terület lett itt kialakítva. Mekkora pampa fű! Mutatom. Szóval jó nagy. Pedig én sem vagyok kicsi. Ki erre jár, javaslom, hogy térjen be. Jó reggelt! Ezt a vlogot itt most lezárom. Szerintem ez a vénasszonyok nyara csodás volt. Bár én azt is kedvelem, amikor esik az eső és kopog. Akár még az esernyőben is. Igen, végtelenül megnyugtat ezt hallgatni. De ha otthon, jó meleg ruhában és pléd alatt tudom nézni az esőt, akkor az végképp felemelő. Remélem tudtam mutatni az ő szépségeiből újra neked. Legyen csodás napod!